Szeretettel köszöntjük az ökumenikus imahét résztvevőit a képernyők előtt. Isten tiszteletünk kezdeteként az evangélikus énekeskönyv 45-ös számú énekét énekeljük. Legyen ez a ma esti Isten tiszteletünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindannyiótokkal. Testvéreim, a Krisztusban az idei ökumenikus imahét keresztény egységért témája, amelyet a svájci Gransham közösség nővérei választottak, így szól: maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek. Isten csodálatos akarata, amelyet Jézus jelentett ki, hogy hozzá menjünk és benne maradjunk. Fáradhatatlanul vár ránk azzal a reménységgel, hogy vele szeretetben egyesülve gyümölcsöt teremjünk, amely életet ad mindenkinek. A mással szembesülve azt kockáztatjuk, hogy magunkba zárkózunk, és csak azt vesszük észre, ami elválaszt. De hallgassuk meg, hogyan hív Krisztus arra, hogy maradjunk meg az ő szeretetében,
és így gyümölcsöt teremjünk. Az egységhez vezető út Istennel való bensőséges kapcsolatunkkal kezdődik. A szeretetében megmaradás megerősíti óhajunkat az egység keresésére és a másokkal való megbékélésre. Isten általa tőlünk különbözőek számára is megnyílunk. Ez egészséges gyümölcs, a gyógyulás ajándéka, a bennünk, köztünk és a világban lévő szakadások ellen. Békességben könyörögjünk az Úrhoz. Urunk, Te vagy a szőlős gazda, aki szeretettel gondozol bennünket. Arra hívsz, hogy lássuk minden vesző szépségét a tőkén, minden egyes személy szépségét. Mégis túl gyakran megijedünk mások különbözőségétől, magunkba zárkózunk, bizalmatlanok vagyunk irántad, ellenségeskedés támad közöttünk. Jöjj és fordítsd újra szívünket egymás felé, hogy éljünk bűnbocsánatodból azért, hogy együtt legyünk és dicsérjük nevedet. Urunk, Te arra hívsz, hogy dicséretedre legyünk itt a földön, dicsőség néked. Hallgassák meg, testvéreim, a mai alkalomra rendelt evangéliumi szakaszunkat, úgy, ahogy azt a János írása szerinti evangélium 13. fejezetében, az első 15, valamint a 34. és 35. versekben olvashatjuk. Közeledett a Páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie a világból az Atyához. Szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskariótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját és egy kendőt kötött magára. Aztán vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel. Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá, Uram, Te mosod meg az én lábamat. Jézus így válaszolt neki, amit én teszek most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt, ha nem moslak meg, semmi közöm sincs hozzád. Simon Péter erre ezt mondta neki, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, hogy ki árulja el, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét asztalhoz telepedett, és ezt mondta nekik, értitek, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyétek. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk téged, Krisztus! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg először János evangéliumából azt a mondatot, ami a héten végig folyamatosan meghallgatott ige szakasznak a mára eső része, a 15. fejezet 12. versét. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, mondja Jézus. A levélbeli igét pedig Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt leveléből, a 3. fejezet 12. versétől olvasom.
mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Amen. Már farsangban tettem föl a minap a félig meddig költői kérdést. Hát igen, elmúlt vízkereszt, és kezdődött a farsang. Keserű szójáték, hogy most egy kicsit mást jelent a maszkabál. Nem lesznek jelmezek, tréfás, kedves vagy ijesztő maszkok. Olyanok, amik kifejezik a mögéjük bújó gyerekeknek, vagy éppen felnőtteknek a vágyát, aktuális életérzését. Amikor valaki jelmezt vesz fel, egy kicsit azt üzeni vele, ilyen szeretnék lenni, kedves, erős, vicces, hatalmas, szép, bátor, győztes. Vagy éppen egy jelmezt felöltve, lehetséges, hogy kijátszom, kitáncolom magamból az amúgy bennem bujkáló boszorkányt. Mi ez a dolog így farsang táján? Valami rejtett animizmus? Szükségünk van külső jellemformáló erőt képviselő tárgyakra az életünkben. Valójában a divatok is ilyesmik. Egy sztár hajviselete, szemüvege, amit mások utánoznak. Üzletláncok divatkínálata, vagy éppen ellenkezőleg a nagyon is egyéni külső, vagy a külsőségek tudatos háttérbe szorítása. Mind-mind üzenet önmagunkról. Egy formaruha felöltése a valahova tartozást, az elköteleződést is kifejezheti. Egy munkahelyhez, vagy akár épp az egyházi viselet az egyházi szolgálathoz köt. Persze igényes, gondolkodó emberekként többre vágyunk azért ezeknél a külsőségeknél. Fontosabb a belső tartalom, a lelki és gondolati mélység, az emberi tartás, a megalapozott értékrend. Kevés az utánzók, az epigonok igyekezete. Kevés, hogy olyan, mint. Kevés a másolat, kevés a valami hasonló. Az igazi életünket akarjuk élni, a valódi alapra akarunk építeni, a valósat keressük, a ténylegeset. Hittanórán a felső gimnáziumban, nem is olyan régen, Pál apostol szeretet himnuszát tanultuk, és ahogy a szeretet szavára, tartalmára kérdeztem,
Jó volt hallani a felnőtt korához közeledő fiatalember válaszát, mi a véleménye a szeretet fontosságáról. Azt mondta, na, hogy fontos, hát ez az alap, arra mindenhol szükség van. Ima heti közös gondolkodásunk és egész hetes elmélyülésünk is erre épül, a szeretet alapjára. Jézus mai szavát hallottuk az előbb, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Mellette pedig ott állnak Pál apostolnak az imént felolvasott, mondhatnánk így, öltözködési tanácsai, mint akik rögtön meg is magyarázzák, hogy mi ez az úgy, hogy is van ez, amit Jézus kíván tőlünk. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én is szerettelek titeket. Kicsit megriaszt első olvasásra ez a magas mérce. Úgy, ahogy Jézus. Nem túlságosan nagy nekem ez a ruha? Jézus szeretetét követni, úgy tenni, ahogy ő. Nem válok benne nevetséges epigonná, gyenge utánzattá. Pál apostol felsorolása pedig nem éppen divatos viselet, könyörületes szív, alázat, szelídség, türelem. Hogy jelenjek meg ilyen cuccokban egy állásinterjún, vagy a haladás útján? Hiszen talán ezek nem is az én ruháim. Talán fáznék is ezekben. Nem lehet ezekben sietni, hogy elsőként érjek oda és kapjam meg, ami jár nekem. Nem lehet ezekben magamra csukni az ajtót, hogy ne zavarják a köreimet. Kényelmetlenek is tudnak lenni az ilyesféle ruhák. Pál apostol nem is szépíti a dolgot, amikor így folytatja, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek. Vagyis Jézus maga is magára öltötte a mi emberi együttélésünkhöz szükséges, szűk és kényelmetlen ruháinkat. Ő sem titkolta, ő sem szépítette ezt a dolgot. Egy alkalommal így kiáltott, ó, hitetlen nemzedék, meddig szenvedlek még titeket? Bizony, keresztény életünknek örök és elsőrendű kérdése ez, amit szinte naponta fel kell tennünk magunknak. Felvállaljuk-e és igazán sajátunknak érezzük-e azt a létformát, amit Krisztus követése jelent az életünkben, a szűkebb vagy a tágabb közösségünkben. Azt gondolom, mindaddig, amíg kényelmetlen számunkra és idegen viselet mindaz, amit Pál elénk ad, addig a kereszténységünk is jobbára képmutatás, jelmezbál, egy adott helyzet kedvéért magunkra öltött viselet. Az sem lehetetlen, hogy ennek a jelmeznek is lehet azért jellemformáló hatása a viselőjére. Az igazán döntő változást mégis az hozza, amit így ír Pál apostol. Mindezek fölé pedig öltsétek föl a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Mint amikor hazaindulunk a farsangi mulatságból. Krisztus jön értünk, ami nagy mennyei testvérünk.
Ő teríti ránk a szeretetét, mint egy óvó, melegítő nagy kabátot, mert az tökéletesen összefog mindent. Úgy, ahogy egykor az atya bőrruhát készített az Édenben meztelenül szégyenkező emberpárnak, hogy a szeretete a kitaszítottságban is velük maradjon. Krisztus szeretete visszavezet bennünket. Visszahív minket az atyai házba, abba a közösségbe, ahol otthon érezhetjük magunkat. Ahol már nem szűk és kényelmetlen viselet a könyörület, a szelídség, a jóság, az alázat, a türelem, hanem mindezek éppen Isten újjáteremtő szeretetének a kommunikációs csatornái. Az a közeg, amelyben nem kell megjátszani magunkat, ahol nem valami ránk nem illő dolgot öltünk magunkra, hanem ahol békességünk lehet, ahol az ő szavait szólhatjuk, az ő dicséretét zenghetjük, ahol nem a ruhát szabják ránk, hanem mi magunk alakulunk olyanná, hogy jó legyen ránk az a szűk ruha, amolyan igazi lelki fitness ez. Legyen velünk az Úrnak ez a békessége. Legyen a közösségünk olyan közösség, ahol jól érezzük magunkat a bőrünkben, ahol békességünk van egymással, Istennel és önmagunkkal. Amen. Élet Istene, Te minden embert a magad képére és hasonlatosságára teremtettél. Dicséretedet énekeljük sokféle kultúránk, hitbeli megnyilvánulásunk, hagyományunk és nemzetiségünk ajándékaként. Adj erőt, hogy mindig szembeszálljunk az igazságtalansággal, a mindenféle faji, osztály, nemi, vallási alapú gyűlölettel és az azoktól való félelemmel, akik nem olyanok, mint mi. Békesség Istene, szeretet Istene, benned reménykedünk. Irgalmas Istenünk, Krisztusban megmutattad, hogy egyek vagyunk benned. Taníts úgy használnunk a világban ezt az ajándékot, hogy mindenféle hitű ember minden országban meghallgassa egymást, és békében éljen. Békesség Istene, szeretet Istene, benned reménykedünk. Jézusunk, eljöttél ebbe a világba, és teljesen magadra vetted emberi voltunkat. Ismered mindazok megpróbáltatásait, akik oly sokféleképpen szenvednek. Az együttérzés lelke indítson minket arra, hogy időnket és javainkat áldozzuk mindazokért, akik szükséget szenvednek. Békesség Istene, szeretet Istene, benned reménykedünk. Szentlélek, Te hallod megsebzett teremtett világot sóhajtását, és azok kiáltását, akik már most szenvednek az éghajlatváltozástól. Vezess minket új életfolytatásra, hadd éljünk harmonikusan, teremtett világod részeként. Békesség Istene, szeretet Istene, benned reménykedünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végül fogadjuk az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged.
Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Befejezésül az evangélikus énekeskönyv 129-es számú énekét énekeljük.